Futottak a diákok az iskolákba, hogy ismét találkozzanak osztálytársaikkal. Voltak olyanok, akik a tanítást is várták. A múlt héten újra megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett az összes iskola újra nyitott, emellett az óvodák és a bölcsödék is megnyitottak Karcagon. Viszont csak néhány szülő döntött úgy, hogy gyerekét iskolába viszi, emellett az online oktatás is tovább folytatódik egészen a tanév végéig. Üdvözlöm Kovács Miklós Néta, a Győr István Katolikus Általános Iskolának az igazgatóját. Június 2-ától Magyarország kormánya elrendelte, hogy megnyithatnak az iskolák, és akik felügyeletet szeretnének, vagy felzárkóztatásra szorulnak, azok jöhetnek. Hogy áll iskola ezen tekintetben? Valóban mi is megnyitottuk az iskolának a kapuit oktatási célból is, ezért le is kerültek az ablakból azok a feliratok, hogy oktatási célból a gyerekek nem látogathatják az iskolát. Két telephelyünkön szerveztük meg ezt a két lehetőséget a gyerekeknek. A Kossuth tér 4 szám alatt vannak azok a gyerekek, akik felügyeletet igényeltek, hiszen hál' Istennek a szülők is visszatérhettek a munkahelyeikre, azonban ez egy újabb feladatot rótt a családokra, és ezt mi úgy tudjuk segíteni, hogyha a gyerekeknek felügyeletet biztosítunk. Reggel 8 órától délután 16 óráig vannak bent a gyerekek az iskolában, pedagógusok felügyeletével készítik a házi feladataikat, illetve szabadidős foglalkozásokat tartanak nekik. Nagyon élvezik a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy a pedagógusok is már nagyon várták. Hát mi meg, akik itt töltöttük a karantén idejét is, én úgy gondolom, hogy nagyon örülünk annak, hogy végre az iskola egy kicsit zajos lett, hiszen megjelenik 2-3 gyerek, és már olyan csiviteléssel vannak, hogy valóban élet tölti be az iskolát. Itt a kisiskolában jelen pillanatban 14 kis tanulónk van, aki felügyeletet igényelt, és ők töltik itt a napjaikat, közben még természetesen végzik a digitális oktatásban való részvételt. Hogyan tervezik az évzárót, illetőleg a ballagást? A rendkívüli helyzetre való tekintettel természetesen be kell tartanunk továbbra is a járványügyi szabályokat, és ennek megfelelően, de mindenféleképpen szerettünk volna méltóképpen búcsút venni a 8-osoktól, és szerencsére a 21. századi technika ezt már lehetővé is teszi. Ennek következtében már jóval korábban elkezdtünk egy kis filmet készíteni, amit emlékként fogunk majd levetíteni nekik a ballagás napján, hiszen a ballagást az június 13-án 9 órára terveztük. Aztán telt az idő, és olyan kormányrendelet, illetve határozat jelent meg, ami lehetővé teszi azt, hogy nem hagyományos keretek között, de behívhatjuk a gyerekeket, hogy elköszönjenek az iskolától. Mi ezt a jövő hét péntek délutánra 2-től szervezzük, és a gyerekek bejönnek az iskola épületébe, fölveszik a tarisznyájukat, amiket a 7-esek már előkészítettek nekik, hiszen a kisfilmhez a felvételeket elkészítettük, ezért már várják a padon a gyerekeket, a 8-osokat a tarisznyák, illetve szépen föl vannak díszítve a termek is, és két szülőt tudunk fogadni a gyerekekhez. A ballagási elköszönés az majd az udvaron kerül megrendezésre, természetesen ott is a járványügyi szabályokat figyelembe véve úgy helyezzük el a székeket, hogy a 1,5 méteres távolság meglegyen a gyerekek között, illetve a szülőket is úgy fogjuk majd családonként elhelyezni, hogy ott is meglegyenek a megfelelő távolságok. A tanévben természetesen nem maradtak annyiba, amikor még a tanév tartott a versenyek, és ezeknek milyen eredményei születtek, és hogyan kerülnek a gyerekek majd kiértesítésre? Igen, a járvány az közbeszólt, hiszen nagyon sok olyan verseny, ahol csak személyesen lehet megjelenni, illetve úgy lehet megvalósítani a versenyt, azokat felfüggesztették, elmaradtak. Én úgy gondolom, hogy ebben a tanévben már nem is kerülnek megrendezésre. De voltak olyan versenyek, ahol a versenyszervezők külön kéréssel fordultak az iskolához, illetve a résztvevő gyerekekhez, pedagógusokhoz, hogy folytatják-e az online versenyzést, és hál' Istennek akiktől ilyen megkeresést kaptunk, a szülők is, a gyermekek is, és a pedagógusok is fogékonyak voltak arra, hogy online formában is tovább folytassák a versenyt. Ezeknek a versenyeknek a napokban érkeznek az eredményei, és szép eredményekről számolhatok be. Hát nagy szomorúságunk az, hogy most ezt ünnepélyes keretek között, mint ahogyan azt szoktuk, nem tudjuk kihirdetni, de az a tervünk, hogy szervezünk majd ezeknek a gyerekeknek egy délutánon egy
összejövetelt, és akkor mégis megpróbáljuk emlékezetessé tenni, hogy ők bizony nagyon megdolgoztak ezekért a versenyeredményekért. Ezek között van rajzpályázat, például a Maradék nélkül rajzpályázaton az egyik tanulónk, ami országos hirdetésű verseny volt, második helyezést ért el. Itt nagy munka folyt ugyancsak a digitális világban, hiszen szavazni kellett, és szavaztunk az ő rajzára. Aztán még egy tanulónk volt, aki ugyancsak egy ilyen online versenyen, rajzversenyen vett részt, ahol ugyancsak szavazni kellett. Én itt is szeretném megköszönni mindenkinek, aki bekapcsolódott ebbe, hiszen láttuk azt, hogy napról napra hogyan nő a szavazatoknak a száma, és ez olyan jó érzés, hogy figyelemmel kísérik a munkáját a gyermekeinknek. Aztán a Hortobágy is hirdetett meg egy pályázatot, illetve egy versenyt, ami ugyancsak online módon történt befejezésre. Itt is nagyon szép eredményt értek el a tanulóink, a csoport, aki részt vett ezen a versenyen, valamint az Őseink nyomában helytörténeti vagy honismereti versenynek, amelyet Jászberényben, ez egy ilyen regionális meghirdetésű verseny, ott is éppen az előbb hozta a futár a Kassuba Leventének a szép eredményéért az ajándékot. Milyen táborozási lehetősége lesz a gyerekeknek? Szeretnénk itt is a szülők segítségére lenni, hiszen egészen június 26-áig a felügyeletet biztosítjuk a gyerekeknek, aztán még két héten keresztül nyári napközis tábort szervezünk a kisiskolában, ahol sportos, kézműves, zenés, énekes foglalkozásokat, illetve angol foglalkozásokat, játékos foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Ez bejárós tábor, 8 órától 16 óráig fogadjuk a gyerekeket.